Ahány játékot be tudsz tenni, de a háromszögbe, azt mind megveszem neked. Tényleg? Ez egy. Persze, egyből a legnagyobb. Földön viszel, tessék, itt van még. Kettőt vegyél. Hol veszel? Pakoljál, pakoljál. Tessék, Jana, itt van ez is. Ebbe is férnék. Parancsolj. Vegyél le ebből is, pakoljad, Jana. Jaga, nézd. Ezzel, amíg én pakolok, ki tudod sminkelni magad. Minden reggel te sminkelsz. De én nem sminkelek, te minden reggel küldesz magadról egy selfie. Na, az pakolj, a terv, hogy ebből csinálok neki egy alapot, és akkor arra tesszük rá. Vigyázz, mert ami hozzáér a piros vonalhoz, akkor vissza kell pakolni. Nem tudom, mit csinálsz, de nagyon tetszik. Középről jönnek a pussok. Jól csinálod, tessék, én hoztam még. Még? Hát építsél, építsél akkor. Csináld jó magasra. Gergő, minek nekem ennyi játék amúgy? Ezek nem a tiédek lesznek. Miért akkor kié? Ezek rászóló gyerekeknek fogjuk eladományozni. Végül is egyet megtarthatsz. Kösz szépen. És? Még másfél perced van? Másfél perc? Ez mi? Ez jó lesz, ez jó lesz. Ezt a nagy kartondoboz beteszem középre, és úgy még több mindent tudunk rátenni. Ez csak megbánja, nem? Két bébi oda. Szeretek játékokat gyűjteni, mert ez legalább érte. Jó, amúgy ez... Na, jó, amúgy ez tényleg véletlen volt, különben is. Mert Pop Gergő hogy gyűjtött volna a játékot? Nem megy ez a csirkelábnak. Ezt meg. Az igen. Jana, figyelj! Mi van? Hallod? Tudod, mennyi gyereknek tetted volna most tönkre a karácsonyát? És ezt hogy tegyem rá? Rakd rá! Hogyan? Hallod, ez csak legalább... megoldod. 25 kiló. Ez jó? Ez tartja? Az igen. Hát ezt nem gondoltam volna. Mit szólsz? Figyelj, azért ez már tudás kellett, nem? Hát ez a túlzás, volt egy kis mák benne, de egy fene ezt megcsináltad. Na figyelj, Gergő, egyébként én is készültem neked egy kis meglepetéssel, bármilyen furcsa is. Amit beleteszel ebbe a háromszögbe, azt mind megveszem neked. Ebbe, na, mit szólsz? Na? Hát akkor na? Csak a szokáshoz. Nem, mert gondoltam én is egy picit... Ugye? Hopp, nem, azt az én nézzük. Az nem ér hozzá, azt nézd meg. Várjál. Nyugodtan. Van egy mérőszalagunk? Most, hogy így mérek, kérem. Ú, ez drága lesz neked, mi? Gergő. Kijön a fizutból? Mérnöki pontossággal tetted le. Úgyhogy ezt meg is veszem neked. Nagyon jó? Na menjünk. Ne, az külön lesz. Az külön. Izgultál, mi? Lecsippettétek azt is. Nem, azt én meg akartam hívni valamire. Oh. $97,310, Gergő. 197,000, nem? Ja, igen. Ez többét ér, mint a te Gucci-s állat, hallod? Vigyük a gyerekeknek. Ja, mármint, hogy én vigyem? Te fizettem, te viszed. Jó, akkor viszem én. Ja, azt a kis aranyos majdnem elfelejtettük. Parancsolj. Köszönöm szépen. Hajrá. Én mondjuk, teszem azt, odaérünk, te kipakolsz. Igen, te kipakolsz, igen. Nem, te kipakolsz, mármint, hogy jó, kipakolunk. Igen, te kipakolsz. Én is beállok, mint a gyerek. Bocs. Akkor én is vehetek ajándékot? Nem, nem kapsz ajándékot. Nem, miért nem? Már felnőttél. Jó, hát biológiailag. Mondjuk lehet. Csak biológiailag, igen. Na, mesélj erről egyébként, hogy hova megyünk pontosan, milyen gyerekek lesznek? Na, kérlek szépen, van ez a szervezet, akik minden évben rendeznek egy ilyen nyílt téri ajándékozást. Igen. Gyakorlatilag ők kapcsolatban állnak csomó ilyen szervezettel, akik elszállásolnak akár a családjuktól elragadott gyerekeket, meg rossz körülmények között élő gyerekeket. Őket értesítették, hogy mindenképp jöjjenek ki, mert viszünk csomó ajándékot, meg egyébként ők is hoznak csomó ajándékot, úgyhogy megtelítjük azt a fát, és akkor minden a gyerekek jönnek, és gyakorlatilag magukhoz ragadják a cuccokat. Na, ez jól hangzik. De amúgy tényleg neked mit akarták karácsonyra venni, most már érdekel? Te kaptál aranyszemekes pólót. Hát most én tényleg kíváncsi voltam amúgy, ezt most csak azért kérdeztem. Értem. De amúgy tuti átgondolt, tuti már végigfutatott a fejeden, hogy valami Gucci pólót, vagy valamivel meglepsz, nem? Zokni. Ilyenre még soha életemben sál.
Nem is gondoltam még ilyenekre. Hallod, Gergő? Te szerveztél ilyen sok gyereket? Jó sok gyereket. Húha. Hoztunk mi elég ajándékot? Hoztunk, persze. Na nyomjuk. Tiéd a nagy, én viszem a kicsit. Hello? Ezt már szeretem, látod? Ezt már szeretem, amikor dolgozik, azt szeretem. Fentenes társasjáték. Ezt egy kijelöltnek fogom odaadni. Kipakolás után beszélgettünk egy kicsit az esemény főszervezőjével, Anitával. A családok között sajnos vannak olyanok, akiknek vagy anyukájuk nincs, vagy apukájuk nincs, semmilyen véleképpen nem tudnának ajándékhoz jutni, és tényleg, aki most megkapja, annak nagyon nagy örömet okoztok ti is. Mikor kezdünk, mert azt már látom, hogy már egyébként csatasorban állnak gyakorlatilag. Már nagyon izgulnak a gyerekek szerint, de most már hamarosan kezdünk, és szerintem kezdhetünk is. Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt kívánunk! Van benne egy plüss, itt aztán még egy plüss, mit szólsz? Megfelel? Na jó, akkor adunk puzzle-t, mit szólsz? Az jobb, nem? Hoppá, egyből felcsillant a szemem. Ezt a nagyot itt kap ki. Azaz. Boldog karácsony. Boldog karácsony kívánunk. Te vagy a kiválasztott, jó? Adj egy kis aprót annak a nagy bácsinak ott, jó? Adj egy kis aprót, nincs nála apró soha. Adj neki. Mit talált ki a Jana? Köszönöm szépen. Boldog karácsony, tessék, te vagy a kiválasztott a bentenes ajándékkal, jó? Ez a legnagyobb. Lerohantak, srácok, lerohantak. Káosz, teljes káosz, gyerekek. Gergő, több százan voltak, minden elfogyott, teljesen kifosztottak minket, de neked úgyis én vagyok a legnagyobb ajándék, nem? Jesszus Mária, tényleg? Ha nem? Nem. Boldog karácsony, Gergő! Boldog karácsony! Elfogyott minden, nem mentettem még neked egyet. Melyik kezemben van az ajándék? Jó. Na jó, még utolsó esély. Na melyik kezemben van? Jó, mindegy, tessék karácsonyra megkapod. Boldog karácsony! Ez nem az Elmo. Ő nem az Elmo, nem ő az? De. Ezt látsz egy szép lányt. Odaadod neki. Hát fix nyertél. Hát nyertél. Ezt azt mondom, nyertél. Jó? Na, boldog karácsony még egyszer nektek. Ez volt az utolsó. Köszönjük.